beoltották. Mégis megkapta az új influenzát a debreceni rendőr. Bezártak több salgótarjáni iskolát és óvodát a H1N1 miatt. 40 ezer új influenzás ment orvoshoz. Ellopták a vakcinát a szekszárdi ANTS raktárból. Már 50 kórházban van látogatási tilalom a H1N1 miatt. Országos járvány van, jelentette be Falus Ferenc tiszti főorvos. Eddig 36 áldozatot követelt a H1N1 vírus. Botrányok övezik az influenza oltást. H1N1, sertésinfluenza, pandémia. Fogalmak, amelyekkel az európai lakosságot nap mint nap bombázták az elmúlt egy évben. Az egészségügyi világszervezet pusztító halált vizionált és világjárványt hirdetett. A kormányok óriási mennyiségű oltóanyagot halmoztak fel, hogy mentsék a menthetőt. Az agresszív oltási kampány ellenére Magyarországon is voltak olyan szakemberek, akik kételjel fogadták egy mindent elsöprő járvány hírét. Bejelentés a következő volt 2009 elején, egy hatalmas és pusztító világjárvány lesz, amit az új H1N1 influenza vírus, vagy sertés influenza vírus fog okozni. Milliók fognak meghalni, hatalmas pusztítás lesz. Ezzel kapcsolatban több probléma is volt. Az egyik az, hogy a hivatalos orvosi tananyag alapján, azok alapján, az információk alapján, amelyet minden orvos elsajátít a járványüggyel kapcsolatban. Hogyan néznek ki a járványok, mik a jellemzőik, hogyan terjednek a különböző fertőző betegségek. Megalapozatlannak tűnt maga az a gondolat is, hogy ez egy nagyon súlyos és pusztító járvány lesz. Tehát már önmagában ez kétséges volt, és már akkor is az volt az első véleményem, hogy egy hisztériakeltés előszelét érezzük. Tehát fel van fújva a téma sokszorosára annak, ami valójában reálisan józan észre várható. Ez volt az egyik fő probléma. A másik probléma pedig a javasolt megoldással volt. Ugye egyértelműen azt javasolták, hogy egyetlen egy módon lehet védekezni ez ellen a hatalmas járvány ellen, az újonnan kifejlesztett oltóanyagokkal tömegeket, milliókat, a lakosság nagyobb részét be kell oltani. Most, hogyha megint visszacsatolok, engem mindig a tudományos referenciák érdekelnek, ha visszacsatolok csak a tudományos közleményekre, vagy még inkább az egyszerűen az hivatalos orvosi tananyagra, és megnézzük azt, hogy mit tanult meg minden egyes orvos, miből vizsgázott le minden egyes orvos, akkor nagyon nyilvánvalóvá válik, hogy az, amit az embereknek sugaltak, eleinte mondjuk úgy, hogy sugaltak, később aztán egyre inkább próbálták az emberekbe súlykolni, és rákényszeríteni, hogy az egyetlen üdvözítő megoldás az oltás, az erősen megkérdőjelezhető a hivatalos orvosi tananyag alapján. Ugye a legnagyobb problémát ennek az oltásnak a kapcsán az jelentette, hogy az ezt megelőző években, az ezt megelőzően piacra dobott vakcináknál egyértelmű volt, hogy ezeknek a természete miatt gyermekeken és terheseken ezeket nem lehetett alkalmazni. És a FluvaP-vel kapcsolatosan már a gyerek próbaoltások is csak kifejezett szakmai nyomásra történtek meg, terheseken pedig egyáltalán senki nem tesztelte a tavalyi oltási kampány megkezdése előtt ezt a készítményt. Az pedig egészen nyilvánvaló, hogy a házi gyermekorvosi oltóközösségre nem lehet áthárítani egy humán kutatásnak a negyedik fázisát. A klinikai kipróbálás nem volt befejezve, de minket már fenyegettek, hogy amennyiben nem oltjuk a terheseket, akkor megöljük őket, és potenciális gyilkosok vagyunk. Tehát egészen idióta megnyilvánulások hangzottak el a médiában, amúgy egyébként hát meglehetős tekintéllyel bíró szakemberek szájából. Az egy másik kérdés, hogy ez az ügy a mi részünkről még mindig nincs lezárva, tehát mi vizsgálatot fogunk kezdeményezni annak az eldöntésére, hogy az, hogy a sajton keresztül az egészségügyi vezetés például a terhesek oltását rákényszerítette a házi orvosok
nagy részére, ez megfelele a magyar kutatásetikai szabályoknak és a nemzetközi kutatásetikai szabályoknak. Ez a sok minden dolog nyilván az orvosok számára ennyire egyértelmű. Akkor miért volt mégis ekkora nyomás az európai kormányokon, hogy igenis védekezni kell, fel kell halmozni óriási mennyiségű vakcinát, és minél több embert be kell oltani? Azt hiszem, hogy a nyomás többféle módon is megnyilvánult. Egyfelől a média nagyon felkapta ezt a témát. Nagyon sokat szerepeltek az egészségügyi miniszter, az országos tisztifőorvos, akik szintén azt súlykolták, hogy az embereknek be kell oltatniuk magukat, ez volt az egyik vonulat. Én azt gondolom, hogy ez már önmagában is egy orvosnak megnehezítette a szabad döntését, hiszen egy feltüzelt közhangulattal szemben kiállni és józan higgadt érveket képviselni nem minden esetben könnyű. Bizonyára elbizonytalanodtak jó néhányan, ez volt az egyik. Egy másik, amiről írtam is, és közzétettem egy kis írást a blogomon, az volt, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatal kifejezetten megfenyegette és sarokba szorította azokat az orvosokat, akik ezt a józan megalapozott orvosi tankönyveken, tananyagon alapuló álláspontot képviselték, még 500 ezer forintig terjedő, ismételhető pénzbírsággal is megfenyegették őket, amennyiben nem jelentik az összes influenza szerű, és ez a kulcs szó, influenza szerű megbetegedést. Az igazi influenza járvány, ez egy látványos dolog. A rendelő várótermébe nem alig lehet bemenni, tehát olyan a tömeg, mint a hetes buszon Budapesten. Tehát azt a vak is észreveszi, amikor járvány van. Ez esetben nem tapasztaltuk ezt. A tisztifőorvosi hivatal körlevélben értesítette a Magyarország 4000 vagy összes házi orvosát, hogy ugye mi kötelesek vagyunk jelentést tenni, hetente kellett jelentenünk az influenzás megbetegedéseket. A körlevél azonban érdekes volt számomra és a kollégák számára is, ugyanis a tisztifőorvosok, a területileg illetékes tisztifőorvosok az országos tisztifőorvos utasítása alapján meghatározták, hogy mit kell lejelentenem influenza megbetegedésnek. Most csak hirtelen nézek a körlevélre. Tehát ha rendelőbe belépett egy beteg, és az lázas volt, vagy rossz volt a közérzete, tehát hangsúlyozom, rossz közérzet, esetleg köhögött, vagy fájt a torka, nem is folytatom, ezeket automatikusan én köteles voltam influenza-szerű megbetegedésként jelenteni a tisztifőorvosi hivatal felé. Ilyen módon tréfásan fel is hívtam az egyik kollégámat egy hét után. Ugye hát a hideg időszak beálltával nyilván megnő a torokfájós, lázas betegek száma, 10-20 beteg jelentkezhet ilyenkor, de még annyi se volt. Tréfásan megegyeztem az egyik kollégámnak, hogyha én ezt lejelenteném mindenki, tehát ahogy a tisztifőorvosi hivatal kéri, akkor a pandémia nyilván itt tört ki Galgamácsán, mert itt százasával jelentkeztek emberek valójában, akik úgymond kicsit megfáztak, vagy rossz volt a közérzetük. Tehát egyfelől volt ugye a gerjesztett tömeghangulat, másfelől volt a hivatalos egészségügyi szervek felől egy nyomás, egy kényszer, hogy beoltassák. Ennek ellenére elég nagy ellenállás alakult ki a házi orvosok körében. Sokan nyilatkozatot irattak alá a betegekkel, hogy ők vállalják fel a felelősséget, mert az orvos nem vállalta ezt fel jó szívvel, tiszta szívvel. És aztán egyik megoldásként az Állami Népegészségügyi és Tiszti Orvosi Szolgálat úgynevezett oltópontokat állítatott fel, amely komoly szakmai felháborodást váltott ki, hiszen ezzel kivették a házi orvosok kontrollja alól az oltást, ami azért fontos, mert az oltásnál minden esetben mérlegelni kell egy embernek a múltját, milyen gyógyszereket szed, milyen betegségei voltak, tehát egy igazán jó, komoly, szakmailag felelősségteljes oltási kampány csak is a betegeket jól ismerő orvosokon keresztül mehet. Az oltási pontok felállításával éppen ezt vették el. Ezért tartottam fontosnak, hogy közzétegyük azt a közleményt, aminek a higgadtan
és tudományosan címet adtam, ahol egyszerűen csak a tényeket tettem közzé. Már rögtön a tanulmány elején hangsúlyoztam. Nem az a fő kérdés, hogy valaki beoltatja-e magát, vagy sem. Ennek a tanulmánynak nem az a célja, hogy bárkit is lebeszéljen a védőoltásról. Mindig is hangsúlyoztam, sok előadást tartottam, mert nagyon sok helyre elhívtak az országban, hogy adjak adatokat, beoltassák-e magukat, vagy sem. Ott is azt mondtam, nem az a kérdés, hogy beoltatja-e magát, vagy sem, hanem hogy józan, higgadt döntést hoz-e, tudományos, megalapozott, racionális tények alapján, vagy pedig egyfajta felelőtlen hangulatkeltés áldozataként dönt. Akár pró, akár kontra. Én azt hangsúlyoztam mindig, hogyha valaki beoltatja magát, de ezt józan, higgadt, tudományos adatok elemzése alapján teszi, akkor jól döntött, és ugyancsak jól döntött, hogyha ugyanezen adatok elemzése alapján úgy döntött, hogy nem oltatja be magát. Az egész kampánynak az volt a legvisszatetszőbb, talán mondhatnám így, hogy a legerkölcstelenebb része, hogy egy nem kötelező védőoltás kapcsán, ahol a beteg az önrendelkezési jogával szabadon élve döntheti el, hogy kérje az oltást vagy sem, egy bődületes nyomás alá kerültek a lakosok is, ahol kvázi a legborzalmasabb fenyegetések hangzottak el, hogy mi lesz akkor, ha mégsem veszik igénybe ezt a védőoltást, több millió halottal fenyegették őket, tehát nem tudtak ők szabadon dönteni. Az Országos Tisztiorvosi Hivatal vezetője az mindennapos szereplője volt a tévéképernyőknek. Hát én úgy gondolom, hogy innen kezdve az átlagpolgárnak a szabad döntési joga az pszichológiai eszközökkel lett korlátozva. Az én praxisomba körülbelül 2000 ember tartozik. Felnőtt és gyermek vegyes körzetem van. Mi 200 oltóanyagot igényeltünk első körben a 2000 emberre. A hónapok folyamán ebből 160 oltást adtunk be, kizárólag a betegek kérésére. Ebből is sejthető volt már, hogy a lakosság is gyanakszik, nem fogadják bizalommal az oltást. Főleg miután a tisztifőorvosi hivatalok meghirdették az iskolákban történő majdnem kötelező védőoltást, ekkor az iskolába is megrendeltük az oltásokat, lementem a helyi iskolába, ahol kb. 300 diák tanul, kisdiák tanul, és körülbelül 10% sem kérte a védőoltást. Egyre több olyan információ bukkan elő, amely arról szól, hogy a világjárványt, a pánikot, az tulajdonképpen a nagy gyógyszergyárak idézték elő, vagy ők is hozzájárultak ehhez. Igen. Mit gondol erről? Igen. Megtörtént az a bizonyos fordulat, ami semmi más nem tükröz, mint a valós tények, az igazság érvényesülését. Ugye három fő vonulat van, amelyik összetalálkozott. Az egyik az említett tudományos folyóirat, angol orvosi magazinnak lehetne nevezni magyarul, British Medical Journal, közzétett egy meglehetősen hosszú tanulmányt, amelyben azt elemzi, hogy a H1N1 vírus kampány tudományos értelemben egyfajta csalásnak minősíthető. Ugyancsak ezzel egyidejűleg megjelent egy brit Európa parlamenti képviselőnek a kivizsgálását összefoglaló tanulmány is, aki ugyanazt állítja, hogy az egészségügyi kormányzatok a gyógyszeripari cégek nyomásának, kényszerének hatására cselekedtek, és az egészségügyi világszervezet, a WHO felől érkező nyomás hatására cselekedtek, és a valóban indokoltnak tekinthető oltóanyag mennyiségnek nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokszorosát rendelték be. Volt olyan ország, ahol minden egyes lakosra 2 vakcinát vásároltak. Magyarországon ez néhány millió körül mozog, hogyha az információim helyesek, akkor a magyar kormány 4 millió vakcinát vásárolt, ami messze túlzó, és be is bizonyosodott. Ugye a különböző információk szerint a gyógyszergyárak ezzel
az előre megtervezett kampánnyal, az előre megtervezett hisztériakeltéssel körülbelül 7-10 milliárd dollárnak megfelelő bevételre tettek szert. Az európai döntéshozók mit gondolnak most a H1N1 vírus elmúlt egy éves történéseivel kapcsolatban? Az Európa Tanács által megbízott Európa Parlamenti képviselő Paul Flynn jelentésében sok érdekes dologra hívta fel a figyelmet. Elemezve a történteket, semmilyen alapja nem volt a hatalmas félelemnek, amelyet gerjesztettek, és annak, hogy a WHO világjárványt hirdetett. Ezen túl sokkal nagyobb átláthatóságra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mire költik az államok a polgáraik pénzét. Én remélem, hogy ez felnyitja az emberek, de főként a kormányok szemét, hogy kritikusabban álljanak hozzá az efféle riogatáshoz, és vizsgálják meg, hogy kik állhatnak a háttérben, illetve támaszkodjanak a tudományos tényekre. Különösen a mai nehéz gazdasági helyzetben ez mindannyiunk érdeke. Érdekes volt, hogy akik józan szakmai érvek alapján döntöttek, például a lengyel egészségügyi miniszter, nem is engedték be az országukba a H1N1 vírus oltást, vakcinát. A lengyel egészségügyi miniszter asszony úgy nyilatkozott, hogy ha abban a pillanatban, amikor lát meggyőző tudományos érvet amellett, hogy ezzel az oltóanyaggal valóban be kell oltatni a lengyeleket, akkor be fogja engedni az országába, addig nem. Tehát azt mondja, hogy mondjuk a nyomás ellenére Magyarország is dönthetett volna másképp. Dönthetett volna másképp. Bebizonyosodott, hogy a döntés rossz volt. Azt nem tudom megítélni, és nem is az én feladatom megítélni, hogy a rossz döntést szakmai hozzá nem értés, vagy egyéb szempontok alapján hozták a hivatalos szervek. Ezt eldönti egyfelől a közvélemény, és még az is elképzelhető, hogy majd egyfajta jogi vizsgálatnak is végig kell mennie ebben az ügyben, és eldönti majd esetleg a nyomozóhatóság, mert nem kizárt az sem, hogy olyan nem teljesen tisztességes szempontok vezérelték a döntéshozókat, nem kizárt, nem állítom, hogy ilyen történt, amelyek komoly összegek elherdálását eredményezték végül is. Mert hogy ugye a vakcinát ezt az állami költségvetésből vásárolták. Nyilvánvalóan, ugye legyártattak az állam megrendelt bizonyos mennyiségű oltóanyagot, amelynek a nagy kampány ellenére is csak egy részét sikerült felhasználni, egy további része pedig raktáron maradt. Ha helyesek az információim, akkor az országos tisztifőorvos kérte az Országos Gyógyszerészeti Intézetet, hogy ennek a szavatosságát hosszabbítsák meg, hogy a későbbiekben is felhasználható legyen. Az első lejárati dátum július, és hát akkor várhatóak, gondolom, az első stabilitási eredmények. De nem jellemző, hogy bármilyen gyógyszert meghosszabbítanak. Mi lehet az oltóanyag sorsa, hogyha mondjuk az OGYI, tegyük fel, nem engedélyezi a meghosszabbítást? Egyetlen egy út lehetséges, elégetik. Szeptemberben lesz kapható egy új vakcina, szezonális influenzára, ami már magába foglalja H1N1-es vakcinát is. Tehát ha valaki komplex oltást szeretne, akkor kérheti ezt, és ez esetben védett a szezonális influenzával szemben is, és a H1N1-gel is. Önök nem csak tanulmányt írtak ezzel kapcsolatban, hanem a Jog az Egészséghez Egyesület jogi útra fogja terelni ezt. Így van. Az ügyet. Az egyesületet azért kellett létrehoznom, mert azt tapasztalom, hogy az embereket nagyon sokszor megtévesztik, akár csak puszta üzleti érdekekből. Ez egy vonulatnak az egyik állomása, a sertésinfluenza vagy H1N1 vírus fertőzés. Ha visszaemlékszünk, akkor a 90-es évek elején volt már egy AIDS hisztéria. Az akkor közzétett jóslatok alapján ezt az interjút nem tudnánk elkészíteni, mert az emberiségnek mára ki kellett volna pusztulnia. Aztán a 2000-es évek elején volt egy másik, hasonló, hatalmas hisztéria kampány, a madárinfluenza fertőzés körül. A WHO-nak a 2009. április 29-i jelentése szerint az egész Földön 6 év alatt kevesebb, mint 500 ember fertőződött meg madárinfluenzában. És ugye a H1N1 vírus járvány kapcsán is a hivatalos adatokra támaszkodok, tehát amelyet az országos
járványügyi, idegen szóval epidemiológiai központ tett közzé. Annak tanúsága szerint Magyarországon igazoltan alig valamivel több mint 2500 ember betegedett meg H1N1 vírus által. Tehát ez egy hatalmasra fújt léggömb volt, amely nagyon sokba került az adófizetőknek, és a hatalmas pazarlást jelent. Azért hoztam létre az Egyesületet, mert úgy látom, hogy az emberek kiszolgáltatottak. Kiszolgáltatottak egyfelől amiatt, hogy nincs elegendő tudásuk, hozzáértésük, és kiszolgáltatottak olyan szempontból is, hogy nem nyújt senki védelmet nekik. A Jog az Egészséghez Egyesületnek két fő célja van. Az egyik, megfelelő tájékoztatást nyújtani az embereknek, hogy meg tudják hozni a saját józan döntéseiket az egészséggel kapcsolatban. A másik pedig adott esetben, amikor erre szükség van, akkor egyfajta jogi védelmet is nyújtani. Igen, az Egyesület elhatározta, hogy én a jogi kategóriákkal nem vagyok igazán tisztában. De az látszik, hogy itt felelőtlenül bántak közpénzekkel. Számomra egyértelműnek tűnik, ezért az Egyesület egy eljárást kezdeményez, természetesen ismeretlen tettessel szemben, és egy feljelentést fogunk beadni a hatóságokhoz, a nyomozó hatóságokhoz. Vizsgálják ki, hogy ki felel azért, hogy félrevezették a közvéleményt, és sok milliárdra rúgó állami pénzt herdáltak el. Álláspontom szerint itt a büntető törvénykönyvben hűtlen kezelés és a hanyagkezelés bűncselekményei jöhetnek szóba. Mind a kettő igen súlyos, tehát mind a két esetben az idegen vagyon kezelésével megbízott személyeknek a fokozott felelősségét tartalmazza a büntető törvénykönyv. Amennyiben a törvényben megfogalmazott tényállás fennállását megállapítja a bíróság, abban az esetben hűtlen kezelés esetén különösen nagy vagyoni hátrányt okozó esetben gyakorlatilag 10 évig terjedő szabadságvesztés, míg a hanyagkezelés esetén 3 évig terjedő szabadságvesztés bűncselekmény, illetve büntetés is kiszabható. Doktor úr, ön azt mondja, hogy a védőoltások azok nem nyújtanak kellő védelmet, de akkor az emberek kiszolgáltatottak, tehát akkor milyen egyéb gyógymódok lehetségesek? Egyre inkább beigazolódik a kutatások és a valós életben szerzett tapasztalatok alapján, hogy a megfelelő sorrend és a leghatékonyabb gyógymód, a leghatékonyabb segítség az emberek számára az, amikor első lépésként természetes módszerekkel, természetes hatóanyagokkal a természet adta képességeit rehabilitáljuk, megpróbáljuk helyreállítani azt az eredendő állapotot, ahol még jól tudott védekezni a baktériumokkal és a vírusokkal szemben, és amennyiben emellé még szükséges, akkor adhatunk gyógyszeres, védőoltásos és egyéb kezelést, de nem arról van szó, hogy ezekre nincs szükség. Arról van szó, hogy nem szabad felborítani a megfelelő arányokat és a megfelelő sorrendet. És annak érdekében, hogy az emberek szabadon tudjanak dönteni, és bárhol meg tudják szerezni azokat a természetes egészségjavító eszközöket és anyagokat, amelyek javíthatnak az immunrendszer állapotán, én a receptjeimet, az ismereteket mindig is széles körben közkincsítettem. Tehát bárki számára ez a tudás elérhető.